Gyergyó Remetén napi 50 ezer liter tejet terveznek feldolgozni a tejporgyár felújításán, modernizálásán dolgozó befektetők. A közel 1,5 millió eurós beruházás elkezdődött, zajlik a munka a gyergyói településen. Kelemen Hunor az RMDS elnöke tett munkalátogatást az újraépülő gyergyóremetei tejporgyárban. Az idén tavasszal elkezdődött munkálatok zajlanak, felújítják, kibővítik a korábban 200 embernek munkát adó tejporgyárat. Lehetőség szerint 2022 tavaszán indítjuk újra. Annyi változik, hogy most már csak csecsemőtápszert fogunk gyártani, csak biót, és majd később Demeter minősítést szeretnénk hozzá megszerezni. Naponta 50-60 ezer liter tej feldolgozására készülünk, ami nagyon nagy hír itt a környéken a tejtartó, vagy a tejes gazdáknak, hogy a mostani ár dupláját meg tudjuk fizetni majd, ha biominősítésre átállnak, és azt a minőségi tejet hozzák, amit mi kérünk. A tervek szerint a székelyföldi gazdáktól fogják felvásárolni a tejet, amely megfelel az elvárt minőségnek. A régi gyár újraindítása mellett szállodát, feldolgozó üzemet, liofilizálót, krumpli feldolgozót is tervez létrehozni a vállalkozó. Ezekben több száz munkahelyet szeretne létrehozni. Nagy reménység, az biztos, mert tudjuk, hogy mi volt korábban tejporgyár, ami az országban unikális volt, és az egész térségnek a mezőgazdaságát, tejtermelését meghatározta, és a falu életébe is olyan jövedelmet generált, ami csak az áfa befizetésekből, meg személyi jövedelemadókból, ami tehát egy komoly ipari létesítmény. A gyergyóremetei tejporgyár 1954-ben nyitotta meg kapuit, 2006-ig működött, napi 30 ezer liter tejből készült benne a Laktovit tejpor, amely fénykorában a világ vezető márkáival is felvette a versenyt.